Drágultak a tartósan elálló zöldségfélék. A pipát, krumplit és petrezselymet is már csak a szokásos ár kétszereséért lehet kapni. A jelek szerint a koronavírus járvány nem csak a szájmaszkok, kézfertőtlenítők áraira hatott, de egyes zöldségfélékére is. Volt a nagy meleg, most meg a néhol özönvízszerű esőzés, jéggel is párosítva, ez mind a kettő egy elég káros folyamatot indított be. Hát van olyan növény, kukorica naprafogó, ami a 24. órába kapta az esőt, sőt már vannak olyan kukoricatáblák, napraforgók, magam is láttam, aminek már szinte alig érezhető az esőnek a jótékony hatása. Megjöttek az esők, nagyon vártuk már. Van, ahol sajnos özönvízszerűen jött, ott ugye terméseket mosott el jégverés, nagyon nagy károkat tett, nem csak a növényzetben, hanem a egyéb értékeinkben is. Borzasztó ez a szélsőséges időjárás. A nagy meleg a káposztafélék termesztését, én úgy látom, hogy lassan ebből a magyarországi klímából teljesen ki fogja űzni. Lehet, hogy egy brokkoli, karfél olyan növény lesz, mint most a narancs, meg a citrom, meg a banán, hogy ők déli gyümölcsök, ezek meg északi zöldségek lesznek, amit tőlünk északabbra levő országokból fogunk csak importálva beszerezni és elfogyasztani. A paprika az egy elég melegigényes növény, de már ez a 40 fokos tartós őt is károsította, főleg a fóliába, mi fóliába termesztünk paprikát. Paradicsomnál volt a nagy meleg miatt virágeldobálás, tehát egy extra stresszt kap a növény, ami valamilyen úton, módon védekezésre készteti, ezáltal virágokat dobál el, tehát a termés később kevesebb lesz. A nagyon sok eső az pedig, meg a tartósan ilyen 25 fokos párás idő, az pedig kedvez a gombabetegségeknek. Itt mögöttem épp egy uborkát látunk, a penonoszpóra rögtön, mikor megjöttek az esők, egy picit visszahűlt a levegő, eltűnt ez a száraz klíma, penonoszpóra rögtön megjelent az uborkán. Korábban a burgonya iránti keresletnek is az lett az eredménye, hogy a nagybani piacon már licitáltak rá a kereskedők, és az vitte, aki többet adott érte. Ebben a kereslet mellett azonban logisztikai nehézségek is közrejátszhattak. Az Olaszországból érkező termékek a lassabb határ átkelések miatt nehezebben érkezhetnek meg hazánkba. A folyamatok egyes termékek árának emelkedését eredményezték a piacokon, ezt a legfrissebb adatok is alátámasztják. Az árak rapszódikusak, most a paprikában 200 forinttól 800 forintig van a fogyasztói piacon ár, paradicsom 300-tól egészen 700 forintig, én láttam, nagyon rapszódikus, tehát ez mindig kereslet-kínálat befolyásolja, de nyilvánvaló, hogy ez az időjárás is ráteszi a bélyeget. Termelők igyekeznek a többletköltséget, mondjuk gondolok itt az öntözésre, beépíteni az áraikba, ez nem mindig sikerül. De a káposztaféléknél egyértelmű, nem csak az magas ár, hanem egyáltalán karfia, brokkolit én nem is nagyon látok kereskedelmi forgalomban. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatbázisát böngészve megállapítható, hogy az áremelkedés nem volt általános, az leginkább a megfelelő körülmények között tartósan elálló, alapvető zöldségfajtákat érintette.